Love me, say just you love me, fool me. Anyukám, már rádió van. Adjál már, Levikém, egy kis kakaót. Na, nézzek. Nem én vagyok a Levi. Adjál még hangosítsad fel. Levi, ja, nem te vagy a Levi? Nem is te. Follow the flow, gyerekek. De nekem Kisó is itt van velünk, minden millió az ügy. Rádiós a Cilla, slágeres a Cilla, oda néz, sláger FM-es a Cilla. Nézzük, most fogja kicsinálni, és az állítólag egy nagy formátumú zenésznek állítja be magát, érted? Egy Bryan Adams, egy, azt mondja, hogy a zenei szakma egyik koronázatlan királya, egy ékő, várjál, mert taposok az ízé hülyességgel. Millió az ügy. Megszólalunk, Jézusom, várjál. Orszi, kiszó. Ordi családon nyugodtan. Ő a meg nem értett művész. Ő a meg nem értett művész, én mondjuk megértem, hogy miért nem meg nem értett. Így igazad a sláger reggel, mindenkinek 9 óra 19 perc, itt a stúdióban Kovács Áron, Cilla, és hát jó reggel. Érkezett Kata kolléganőnk is, aki élő bejelentkezést készít pillanatokon belül, elindítja a TikTok csatornákat, hogy jól megnézhettek. De jó vagy. Te is élőben vagy? Nem, én nem vagyok élőbb, de hogy is, én csak a Levivel akarok csinálni egy TikTok videót, érted? De a Levi most olyan idegben van, hogy nem. Ja, hogy mi volt a kérdés, hogy melyik műsorban szerepelnék? Fú. Fú. Mi énekelsz még egy kicsit, Éron? Hát majd fogok, de most itt a mikrofonban. De ez, hát ez nem éneklés, ez az ordibálást még egyszer nyomja le. Nézzenek a bácsának. Tindi. Oda nézni. She's got smiles and it seems to me reminds me of childhood memories when everything was as fresh as a bright blue sky. Sky. Kisó is bejön, egy adag pirosítóval az arcán. Igen, júj. Levés. De közben rólad van szó, nyugi, tényleg. Wow. Elnézést kérek minden követőtől, rajongótól, de hát az ott anyagból dolgozunk. Sziasztok, gyerekek! Itt van velem Magyarország legnagyobb királya, Kardi Csaba Cilla, és most nyomunk egy drip checket vele. Na, lássuk! Mi van rajta, Csabi? Figyelj ide, most azt sem tudom, mi ez a drip check, de kezdjük el lentről. Mert? Alsó nem ütnem, van rajtam egy ágcsizma. Nagyon menő. Ágcsizma. Ez a gatya, ez egy francia ilyen kasmír, az egy real future. Várjál, real? Mi van ide írva? From future a gatya, a pulcsis. Ez itt alatta, ez egy All Saints. Uh-huh. Van rajtam egy kárperec. Nagyon szép. Kárperec. Van rajtam egy ilyen köves csillogógyűrű. Gyönyörű. Itt is egy csillogógyűrű. Egy csillogókárkötő. Meg van rajtam egy lulekszóra. Hoppá, az épi gyerekek! A rakétaként való berobbanás? Sziszt! Sziszi, ide nézél. Figyeljél. De a követő rajongó, hát azt hiszem, hogy egy hős vagyok, mert tovább nézem ugye a remek művet, az alkotást, a 3,6 milliárdos csodát. Megy az ordibálás, az őrjöngés, a kereszt. Most már ott tartunk, amikor is ugye Turzó György Nádor lefogadja Báthori Erzsébetet a büntettekért. De most már Bethlen Gábort is dutyiba lökik. Jézusom, Artur király megragadja az Excaliburt, amit akarol, nézd meg most. Most amikor Arturba vagyunk, már is rohanjunk át a másik szobába, és nézzük a mi hazai alkotásunkat, kb. Ugyanannyiból készült.
Most csodálom, hogy nem arra léptem ki, ugye itt a, ezért a tündérkertre, hogy a herceg, vagyis ugye Báthori Gábor éppen beakaszt egy aszonkának, ugye? Most már Erzsébet, Báthori Erzsébet, nem tudom, várjál, mindjárt nézem, hol tartunk. Ez meg halál jó, halál jó. Hatodik ebből félholt hatalma, még kettő van, és meg is nyugodhatol. De addig is te eltávolodol tőle, és jövöl, és nézel, hogy hogy is kell filmet csinálni, készíteni. Jude Law-nak ott már, ott a, nézel a haja már, anyukám, ott már, ott, ott már nincs haj. Ott már, Jude, vagy nyitom fűz, ízére, egyre messzebb van. Na nézd meg Arthurt, a idegbe. Hú, ma is néztem Csengét, készüljünk el így, készüljünk, olyan készülődés volt, hogy még. Jude Law, hát az a 2005-ben volt a best man ever. Igen? Jó, oda néz, Bethlen grófnő, Bethlen Gáborné, éppen beszédet, van a kacsa címe, látod, a liba címe. Te, és azok a szöveg, te az a szövegek és az a színi játék, az valami egészen elképesztő. Belőttek, beszírsz, beszírsz, megőrülsz, megvadulsz, igen, ott is néznek, de jól nézünk ki. Lövik a várat, volt robbanás, de itt a Turzó Györgyöt alakítsa, aki magyar nádor volt. Tudnik az volt, hogy a Turzó ugye lefogadja Báthori Erzsébetet, Bethlen elrongyol Báthori, oda, ezt a, na ez volt a 3 milliárdos jelenet, ez. Igen, ágyúznak, és csak, ha, és akkor most akkor lefogadja az Erzsébetet, akkor Bethlen Gábor oda megy, engeddel, nem engedlek, de engeddel, lecsukatlak, te csukatol le, tudod, bármire képes vagyok, lecsukatlak. És Bethlen Gáborné, és oda néz, és Báthori Gáborné összefekszenek, egy pillanat alatt, kell egy ilyen pucér, úgynevezett szex jelenet szerű, igen. Igen, és akkor nyalakod, de általában a lokál sminkben van, aki nem tudom, hogy 1600-os években ott tudták a lokál sminket fődobni. Nézzük, hogy meg bepippant, azt mondja, hogy ő bepipázik, és közben felszukásodik, ilyen erotikban van, és ott aha, elő is bújik a gyermek kezével Bethlen Gábor, ugye? Ő meg hülye, hülye, hagyjál már! Nem hagylak, ne csinálj! Ők meg úgynevezett szerelmeskedésbe van. Hát, anyukám, Ungarische trónok harca, eine kleine Nachtmusik. Most befújja a füst, aha. Ja, hogy ti bejointoztatok, honnan szereztetek Vatkendert? Csuldi Genzibite, ha? Te nemzeti történelmi filmbe, fújod a füstöt, Marika. Azt mondja, most, most megcsinállak, anyukám, el leszel kapva. Erotikusan fölni, mert feleség elközben védi a vá... Hallod? Millió az ügy. Ez meg gyűri itt a izét, a nyoszójáját. Igen, ekkor már ugye Báthori Erzsébet grófnőt a Csejtei várba bezárt. Hát lövögetnek, hát lövik a ágyat, jól nézzel ki. És már itt is vagyunk Arthur királyt nézve. Már jól néz ki a Jude Law, ugye? Na, attól a kard legendájában vagyunk, kapaszkodom. Most a nép az a Forgigen, vagy Forgen, vagy melyik király előtt ugye beszél, mert beszéltak, természetesen szerintem kicsit más, igen, a kép, de ugyanannyiból megvolt a movie. Nézzek? Igen, itt már nincs, sajnos nincs, hogy Judy elvesztette a frizurát. Hátul meg Tivi lehet a TikTokról, aki egyébként Arthur királyt alakítsa, mert belakítsa, nézzük, most itt ezért kántálják a nevét, és nagyon tetszik a királynak, vonul is. Igen, jól mondjuk, ez, szóval ezek rendes színészek. Na és ő lehet Tivi a TikTokról. Van egy kani, mindig a macsóba megy és ordít, tudod, és szétütök mindenkit be van, és akkor azt mondja, te, fi nem törekezel, olyan TikTok néző vagyok, hogy te
Tudod, hogy izé Foster Csenge rajongó is vagyok. Tivi a TikTokról, és hogy ő lesz a Artur király, ő az Excalibur-t ezt kirángatta, ő meg nagyon pipa mindenkire, de minket ez annyira nem érdekel, mert mindjárt vissza... Hagyjál békességet, nekem rongyolunk vissza, nézzük a tündérkertet. Jó nézül ki, hát jó pofa vagy. Meg arany követő rajongó, én már fönn vagyok itt a budai hegyekbe, előkelőbe látod, nézd, hátam mögött. Na most melyik utcában lehetek? Melyik utcában van az öre? Kérlek szeretett és a legnagyobb tisztelet, az Orom utcában vagyok fönt. Azt hiszem ez első kerület, nem tudom, fogalmam sincs. A frizurának taka. És itt van, amit te látol, tudod, így ez a Gellért hegyen, tudod, ez egy 1914-ben épült ez a épület. Nagyon előkelő, láthatod, anyám, mert olyan, mint ha a Dél-Franciaországban lennél. Érted? És akkor te innen belátol, de mindent, a budai várat, a Láncid, a parlament, a bazilika, mindent, amit akarnak. Most már nem tudok erről az előkelő épületről. Nem tudom, hogy esetleg már nem NER testvéreim, érted? Fú, beházasodunk ide, be fogok házasodni. Te kapaszkodol meg addig. Nézzek. Ja, előkelő egész. Hát szóval anyukám, itt van az öreg Cilla. Na most figyelj, ezt 1914-ben építették, most már nem tudom, hogy ki volt a építető, de a prototípus, az kérlek szépen valamilyen olaszországi villa volt, ami márványból készült, ugye ezt úgy hívják, hogy a Vörös Ház. Azt mondják, hogy Karádi Katalin is itt lakott, meg itt bujkált. A bombázások alatt 44-ben ugye még itt bujdoszkált a Karádi, aztán ugye ő is pillanatok alatt tiplit dobott, de még ugye úgy hívják ezt az épületet, hogy Hegedűs villa, mert Hegedűs, nem tudom, mindjárt kilököm neked, a Facebookon találtam egy leírást, egy miniszter, aki a teleki Betlen kormánynak volt ugye a minisztere, ő az első emeleti része beköltözött. Érted? Oda ő bepuposította magát. Eredetileg ikerházként épült meg az épület, aztán később, már nem tudom, hogy olvasd el, lököm a cikket, te olvasod. Addig, az nézek, az se csúnya. Hát azért az se csúnya. Az ott, az se csúnya.